Rákosi lő, bombagó! Az utolsó percben jár az óramutatója, Rákosi lő, gól! Rákosi Gyula mindent jelentett a Ferencvárosnak, és fordítva is. Most tenéje a labda, elhúz, le van az alapon alá, belövi, Weigand, kiejt a labdát, Rákosi ott terem, lő, Gyuszi, lő, gól! Bülbeker, kiéden, nagyon belerúg a labdába. Egy darab a régi világba. Sztárrá nőtte ki magát, minden sztár alűr nélkül. Rákosi kapja a labdát, mint a motor, úgy tör előre, szép labda kezébre, ott van Görös előtt, Görös lő, gól! Kértük egy hangpróbát? Mit énekelni kell? Lala! Ez meg még jobb. Fradi! Vándorló volt a gyermekkorom. Édesapám a postán dolgozott, ahol most a Népszedon feljáró van a metróból. Ott volt egy nagy postaállomás, ami azt jelentette, hogy lovaskocsikkal hordták ki a csomagokat. Amire visszaemlékszem, hogy 42-43, valahogy így édesapámat áthelyezték Nagyváradra, ment vele a család. Aztán beírták katonának, aztán mi meg visszajöttünk lovaskocsival. Édesanyám nagyon talpra esett hölgy volt, aki tudta a dolgát, és amikor már édesapám visszajött, fogságba esett, visszajött, alakulgatott a kis életünk, laktunk a Dankó utcában, a nagymamáméknál. Édesapám még heten voltak testvérek, szoba konyhába, el kell képzelni, milyen kényelmes volt. Nem volt az igazi, de viszont arra jó volt, hogy a nagybátyáimmal ott fotballoztunk, volt egy iskola, ami tábor alatt le lett rombolva, ott játszottunk. Aztán onnél mentünk tovább. Édesapám nagyon lelkes volt a munkában, és nagyon nagy fradista volt, aki mindent megtett a fradír. Aztán végül élmunkás lett, és 1952-ben, és akkor Eleonora utcában, 14. kerület megkaptuk a lakást, és akkor onnél már az kicsit vidámabb volt az élet. Hát itt volt ez a földszinti lakás, pár lépcsőn kellett fölmenni. Édesapám ezt azért kapta, mert élmunkás lett, és abban az időben ilyen szerencsések voltunk, hogy kaptunk egy lakást, szívesen jöttünk ide, beköltöztük minden, és később tudtuk meg, hogy az a házmesteri lakás, ami azt jelentette, hogy az egész házat tisztába, karba kellett tartani. Központi fűtés volt szénnel, ahol a szenet vödrökbe le kellett hordani. Három emelet szemetelni kell, fölmentünk a harmadik, fölvittük, és akkor szemeteltem lefele. És édesanyám ünnep, egy libát kitett ide télen, hogy hűvösen legyen, mert hát hűtőszekrény akkor még nem volt. És nagyon boldog volt, milyen jól lesz, aztán amikor megnézte, hát valahogy eltűnt. Nem repült el, valahogy ellopta. A másik utcában lakott a Magyar Pista és Miksán öcsi, és ez a három haver. Aztán általában csak a Magyar Pista meg a Kócán ellenmérő itt lakott, az jöttek fotballozni, és én mindig egyedül voltam, mivel idősebb voltam tőlük, jó. Az egyik a Kócán ellenmérőtől idősebb voltam. És nekem a partnerom a járda szegély volt, ami azt jelenti, hogy ráposztottam a labdát szegélyre, és visszajött. Úgy passzoltam, de ők megjöttek, hajtottak. Ahogy elvesztettem a labdát, rögtön vissza kellett futnom, hogy védjem a kapumat. Gondolom, mint is gyűjtöttem az erőt a későbbi időre. Rákosi, Rákosi, előre vágja a Tihi, rá, robog a labdára, ott a 16-osnál jobban lő, gól! Rezeg a háló, ragyogó gól! Édesapám azt mondta egyszer, hogy ide figyelj az anyád, figyeljek vagy ne figyeljek. És szétment a cipő, nem tudok újat venni, hova vigyelek, elmegyünk fotballozni, valahova. Hát egyből kivágtam a dózsát. Nem a Dózsának szurkoltam, a Szusza Feri bácsak. Nem tudom, hogy a neve olyan meg jó játékos volt, de aztán szó se lehetett róla, és akkor 52-ben édesapám a Fradiba irányított, mivel az egész család rokonság, vidék, szülőfaluja édesapámnak, mindenki fradista volt, természetes dolog, és akkor így, hogy kivitt a Fradira, a Száger Misi bácsi toborzott bennünket, régen a 75-ös trolli megállt, most nem tudom, mi van ott,
oda kellett kimenni, mert nagyon sokan voltunk. Nagyon sokan voltunk, a pályán nem fértünk volna el, és akkor a fák között ott elkezdtünk futballozni, és a Misi bácsi csak figyelt, azt mondja, kicsi, gyere ide, oda, tessék, hónap is jöhetsz. És akkor így kiválogattam, és akkor egyre följebb kerültem, végül a Kölyök egybe sikerült oda kerülni, és akkor, ahogy én oda mentem, nem később jött a Albert Flórián, hát nem egy csapatban játszottunk, mert ő 3 éve fiatalabb volt, azért én kicsit előrébb voltam, de azt utána nagyon megelőzött, előbb lett válogatott játékos, mint én. A lényeg az, onnét felkerültünk az IFI-be, nagyon jó csapatunk volt, igazi fradista gyerekek voltak, és éltük a mindennap életünket, úgy az iskolában, mint a egyesületnél, Fradinál. Nem szerettem nagyon tanulni, inkább focizni. Nem csak focizni, még minden, ahol futni lehetett ilyen. Tanulás úgy voltam, hogy jó, erős, közepes, egy-két tárgyat nem nagyon szerettem, de nem csináltak bele a szüleim sem, mindig megkérdeztek, odafigyeltek. Szóval nem lehetett rosszabb jegyem a hármasnál. De a Gyuszinak az volt a hátránya, a termete meg a vékonysággal. És egy ifi korosztályban sokat számít a fizikai erő és a test elleni harc, amikor a technika rovására, ugye, hogy nem volt képzel, akkor fizikailag próbáltak ellene játszani, de ő mindig mosolyogva túlélte a közelharcokat, a vitákat is, és nagyon jó, kellemes játékosnak tartottam már akkor is. Ott a Kellner Jani bácsi adott mindenkinek hinne héten. 2.70 volt egy heti bérlet. Vagy bérletet kaptunk, vagy az árát. Gyalogjárt, ugye? Még iskolába sem nagyon jártunk, ugye járszünetbe aztán. Akkor családnak jó jött, mert vittük haza. Gyuszi is nagyon csóró családban nőtt föl. Hát nem végeztünk robban, hátrában 5. helynél, az a Kölyök korosztály a 4 év alatt, ugye, hogy az ember haladt föl, és már akkor is voltunk vidéken, hírverő meccseken. Azért a Fradinak patinás neve volt, hiába volt Édosz meg Kinizsi, akkor is hajrá Fradi zengett a stadionba. A esti kupán az úgy történt, hogy a itthon maradt vezetőség kitalálta azt, hogy beneveznek bennünket erre a úgynevezett esti kupára. A itthon maradt fiatal játékosok és a újonnan igazolt játékosokból csináltak egy csapatot. Sincs semmi gond, úgyis kiesünk minden. Na, a lényeg, vettük a mérkőzéseket, és a vége az lett, hogy a döntőt a Népstadionban az MTK-ellen játszottuk. Akkor már hazajött a első csapat Ausztráliából, és akkor dr. Csanádi Árpád bácsi azt mondta, hogy játsszák le a döntőt. Fáradtak vagyunk, minden első csapat, úgyhogy nekünk sikerült lejátszani és megnyerni a kupát. Szereztem egy gólt, úgyhogy szívesen emlékszem rá, és amire nagyon szívesen emlékszem, olyan játékos társaim voltak, akik tényleg mindent megtettek a Fradiért, szerették a Fradit, szerettük egymást, pedig alig ismertük egymást, és mégis sikert hozni. 1957. szeptemberében sikerült az első csapatban játszani, a Népstadionban. Hát a érdekesség az volt, hogy mind jobb összekötő játszottam, hogy egy óra vezetett az ellenfél, szombati haladás, én egyenlítettem, és utána simán kikaptunk. Ez szomorú volt, de hát nem volt negatív élmény, de hát ezt elfedi az, hogy a Ferencváros első csapatba, a csapatába tudtam játszani sok néző előtt, úgyhogy egy nagyon nagy élmény volt a számomra. Egy időt fergeteges ferencvárosi rohanatnak kezdődik, Rákosi fejjel kapufa, kavarodás az MTK-t akvia előtt, lövés követ, Korosz letejelő labdát, Kertész lő gól! Mindig tiszteltük az idősebbeket, nehéz volt, mert volt olyan játékos, akit én nem is tegezthettem. Mert akkor az volt a divat, hogy aki bekerül a csapatba, hát először felavatják, utána aztán később-később meg lehet inni a pertut, aztán egy vacsora alkalmával ottan megittük a pertut, Dékány Ferenc fölállt, akkor már több meccset játszottunk, és akkor végigment, hogy na,
odért hozzám, kicsi, mit iszol, mit kérsz? Mondom, én tejet, micsoda? Szóval én meg ne halljam ezt még egyszer. A lényeg az, hogy aztán Pertuba kerültünk, lent Tatán edzőtáborba. Téli felkészülés volt. Engem az simán elvertek olyan értelemben, hogy összeült a bíróság, három ember, és akkor kitalálták azt, hogy 50 fenékreütés van papuccsal. Aztán felébe abbahagyták, mert már majdnem sírtam, mert azért nem kíméltek. A másik olyan játékos, akit akkor avattak, a Dánoki Jóska volt, akit felállították egy székre, és töltsétettek a szájába, és öntötték a bort vele, és úgy kellettnek énekelni. Abszolút jobblábas voltam. És amikor kellett, akkor áttettek balra. És kénytelen voltam bal lábamat is csiszolgatni, hogy valamit azért tudjam beadni a labdát, de ebből soha nem csináltam problémát, hogy most jobb szélsőt, mert játszottam jobb szélsőt is. Egyedül center nem voltam. Jobb összekött, bal összekött, aztán voltam bal szélső, és az főleg a válogatottra jellemző. De a feladatom mindig az volt, hogy az én állóképességemet kihasználni, sokat tudtam futni, és mindig volt olyan feladatom, hogy akár bal szélen, jobb kötőbe, jobb szélen vagy bal kötőbe, az volt a feladatom, hogy a csatáson és a védelem között kössem be ezt a területet, tehát én voltam a kapocs. A négy bajnoki címből melyik az, ami leginkább beugrik? Hát talán az 1963-as, mivel hosszú évek után sikerült megnyerni. Nagyon nehéz volt, kedvenc közönség már régóta vágyott ilyenre, de hát sajnos különböző problémák, hogy szétszették a csapatot. Szóval mindig nehezítve volt a mi egyesületünk. Játékosokat is nehéz volt igazolni, mert mielőtt egy jót kinéztek, akkor rászállt más klubok is rászálltak, és abban az időben ezek a klubok erősebbek voltak, mint mi. És ezért volt ilyen lelkes hajtós csapatunk, mint ami sok-sok éven keresztül bizonyította. Ki bent tartotta a Ferencváros, amikor majdnem kiestük, amikor kinizsi volt. Szóval nehéz évszakok voltak ezek. Igen, tessék. Rákos Judát keresem. Én lennék a személyesen. Szepesi Attila. Rákos Juda. Régi fradista. Én még régen. 1963. júliusában a Népstadionban kaptam tőled egy kardvirágot. Igen? Igen. Pedig amikor a főépületből jöttetek ki, igen. És jött az egész csapat, és nekem az a szerencse adódott, hogy pont te nyomtál a kezembe egy kardvirágot. Én ezt nagyon sokáig őriztem, néha eszembe is jutott. Aztán most, hogy így megöregettem én is, te meg még szerencsére ilyen jó erőben vagy, úgy gondoltam, hogy megajándékozlak vele. Tehát ez az a kis kardvirág, ami azért fogyott évről évre, és emlékül a részedre ezt a kis zászlóval együtt. Köszönöm szépen, megható dolog az és le lehet támasztani, igen. És itt van a csapatnak az akkori összeállítása. Meg a góllövők, a köztete is. Hát néha én is szoktam volt. Hát nem sérül, persze, de... nem keveset, mert kiszolgáltad a többit azért. Ez egy jó csapatot. Megható, mert azért ennyi évtizedet után az ember sok mindenre gondol, de ilyenre azért nem. Hát az igazi fradisták voltak, vannak és remélem lesznek is. Tulajdonképpen a Szűcslaj és a Dózsába nevelkedett. Szelment a dorogba, odaadták, ami szomorú a félfordulós bajnokságban ellen játszottunk, dorog ellen. A négy pontból egy pontot kellett volna szerezni, egyet Szegeden. Dorog, ez volt a két utolsó mérkőzésünk is. Szegeden kikaptunk ennyire, a Dorogon pedig kettőre kikaptunk, és a Szűcs Lajos ellen játszottunk. És milyen érdekes az élet. Hozzánk került, hál' Isten, és
nagyon rendes, beállt a sorba, tisztelt bennünket, Floridtól kezdve, jó magam, és ott valahogy kialakult ez a barátság, mert ő is nagyon sokat tudott futni, és kemény volt, határozott volt, és aki ilyen gecsölös ember játékban is, azt mindig nagyon megbecsülik, úgy a játékostársak, mint a közönség is. Olyan volt, hogy meccs után irány hova mentünk, bajnoki meccs után Pipacsba természetesen, az éjszakába, nagyon nem írtunk, de azért mentünk oda szívesen, mert a zongorista egy nagyon nagy florista volt, és akkor beléptünk, Flória, Szűcs, Rákosi Gyula, Németh Lajos, akkor egyből elkezdte játszani a fradindulót, közben a Dózsa is oda járt. És a sarokban már a Dózsa előbb volt, azt elkezdtek fújolni, mi nagyon jó barátságban voltunk velük, úgyhogy nem volt semmi gond, és akkor ott egyre többet összejártunk, amikor elmentünk edzőtáborba, ha lehetett, volt olyan szoba, hogy hárman, akkor hárman voltunk, én általában a Florival voltam, és annyira megszerettük egymást, hogy közös volt a gondolkodásuk, mindent a sikerért, szeretni a családot, a közönséget, és ez valahogy összekötött bennünket, és egy életre szólt. Még az edzésnek, és látjuk a Lajoska, elegánsa, üzen. Szóval Flóri, hova sietsz? Még tett hozzá egy mondatot, egy szót. Azt mondja, megyek, mert randim van. Nem. Öltöz fel, mi is fölmegyünk, iszunk egy fröccsöt, csak úgy lehetett elvenni. És ez volt a szerencséje Lajosnak, Szűcs Lajosnak, mert amíg még fölmentünk, meg megittük a fröccsöt, meg elért arra a helyre, ki volt egy udvart egy hölgynek, aki valamikor kiment külföldre, azt hiszem Kanadába, és ott megismerkedte egy idősebb bácsival, vagy hapsival. A hölgy minden évben hazajött. És valahogy összejött, nagyon csinos hölgy volt, összejött a Lajossal, és hát nagy lett a szerelem, és egy-két év után a Pali is kiszúrta, hogy valamit nem stimmel, késik a visszamenete, minden, és titokban ő is hazautazott. És kiszúrt mindent, elment a lánynak a lakására. Én úgy tudtam, hogy a Körönd, nem tudom az milyen utca keresztezi a Köröndöt, hogy ott volt a hölgynek a lakása, Pali előre odament, bement a lakásba, azt úgy mesélték, akik ott voltak helyszínen, hogy képek voltak kitéve a Lajosról, belelőtt abba is, ahogy lövöldözött a hapsi, ajtóval szembe leült a székre, csajt meg közben már lelőtte, ezt elfelejtettem mondani, a hölgyet lelőtte, és akkor várta a Lajost. És ezért hát késett egy jó pár percet, ha előbb érkezik, amikor a Pali be van indulva, ahogy belép az ajtó, biztos lelőtte volna. Saját magát is hozta. Az a fröccsözés mentette meg. Hogy kell elképzelni a hangulatát a Pipacsnak azokban az években? Hát először is nagyon jó zene volt, másodszor csinos hölgyek jártak oda is. A vezető ennek a helyiségnek a Vadas György volt játékvezető, az volt a főnök, és fő Karcsi bácsi, a Lakat Karcsi bácsi, nagyon jobban volt, és felhívta, hogy itt vannak a játékosok, flanisták. Karcsi bácsi, igen, és szerintem nincs semmi. Részegek? Nem részegek. Mert a Karcsi bácsi azt mondta, akkor hívják fel, amikor már részegek. Hát az olyan nem volt, mert azért arra mindig vigyáztunk, hogy ilyen ne legyen. Mai modern világ. Hát akkor még az volt a jó zongorista, soha estét tudtak csinálni, hogy szuper volt minden. Pipacs, hát lehetne szebb is, mondjuk zölddel írták volna, akkor másképp néznek ki. Akkor maradjunk abban, hogy ez volt a Pipacs. Szerelmes levelek jöttek lányoktól? Voltak, ajjaj, hát ez édesanyám meg mindig. Ez nem húzát való, hát mondom, miért édesanyám, nem akarom elvenni. De akkor is, ez milyen magas, azt mondtam édesanyám. Fekve, egyformák vagyunk, nem kell itt. Ha mondjuk, a mi időmben nem volt ilyen lehetőség, mint most, hogy lakás van, minden van, hát Népliget, meg az úgy van, és egész más volt, nem neki esküvő, hanem először egymás mellett sétta, aztán megfogtuk a kezét, mikor már kicsit jobban barátságosabbak lettünk, aztán leültünk a padra, aztán kezdődött a matatás.
Volt az a hölgy, akit hát megismertem, elvált asszony volt, nagyon tetszett, szőke, kékszemű, atlétizált, tehát sportos, és nagyon precíz, túl precíz is volt. És azt eljutottunk oda, hogy hát meg kéne tartani a esküvőt. Jáki Kápolna, Vajda Hunyadáránál, nagyon hangulatos volt, nagyon sokan voltak, sok barát, másodra tudtuk menni, Dizsa-Fürendre, és nagy hóesés volt, na, és sikerült lemenni, de az volt a feltétel, úgy engedett el, a karcsúbás volt, de úgy engedett el, hogy ott a napi kilométert le kell futni, de a Karcsi bácsi futni is, meg rázni szakát azért, felezd el, és akkor meg tudod oldani. A lényeg, becsületesen betartottam, mert tudtam azt, hogyha visszajövök, hiszem egy hét vagy 10 nap volt valahogy így, ami szabadságon volt erre, hogy akkor tényleg nulláról kezdem, tehát lefutottam, anorák minden beöltözve, jó volt, és nagyon örültem, hogy így történt, aztán utána folytatódott a házas élet. Nem, édesapám az nem foglalkozott, csak a focival foglalkozott. Édesem foglalkozott, ez nem való hozzá, nem illik, aztán később. Mindig azt mondta nekem, hogy is mondta, hogy nem közénk való. Mit értette? Hát munkás gyermek. Édesapám még vidékiek voltak, minden, hát érthető, hogy nem fogadták olyan jó hang. De aztán sikerült, gyerek is született, mondjuk szüleim annyira unokám oda voltak, csak nem fogadták úgy be a feleséget, ahogy kellett volna. Hát ő is tartotta azt a 3 centit, nem 3 méter távolságot. Mindig az volt a veszőparipája, hogy ő nem fog megöregedni. Eleinte nem tudtam, mire vélem, mi az, hogy nem fog megöregedni. Akkor még eszembe se jutott ilyesmi, hogy esetleg öngyilkos lesz, és ez hajtogatta. Hát én próbáltam, az élet szép, ő meg mindig jött, láttad a Domján egyet, sorolta a neveket, hogy fiatalon öngyilkosok lettek, akár nő, akár férfi, és ezt nagyon nehéz volt megemészteni, aztán még úgy döntött, pedig hát 13 éves volt a lány, a Réka, jó szakmája volt, csinos nő volt, jó keresett, és voltam én a labdarúgó, aránylag én is elfogadható a keresett. Azért tudtuk a Józsa Bélán azt a lakást felépítetni. Úgyhogy minden jó volt, csak ezen a területen valahogy nem stimmelt a dolog. Hát nagyon nehéz volt, meg kellett oldani, hogy is, mint a Rékával. Pont abban az időszakban, amikor 13 éves egy leányzó a legrosszabb kor, mert hát olyankor tapaszt, főleg a női dolgokat. De aztán szerencsém volt, mert olyan partnerre találtam, hát segítettek a labdarúgók, a barátok, férfiak, hölgyek, szóval mindenki segített, sokszor már terhes is volt, jó értelemben mondom, tényleg ilyen téren nem volt semmi gond, és akkor az első csapatnál voltunk edzők, Albert Szűcs, Rákos Jármas, el kell képzelni, hogy van egy gyerek, és van az NB1-es csapat, jó kell szerepelni. Nehéz időszak volt, de túltettem magam, és az volt a szerencse, hogy a Lajosnak a felesége bemutatott egy hölgyet, és az évtizedeken keresztül segített. És aránylag, ha lehet úgy mondani, szerencsésen megösztük ezt a nehéz időszakot. Én mindenben szigorú voltam. Ezzel mindent elmondtam. Tudok megbocsátani, de úgy, hogy igazságtalanul azt soha nem szerettem. Nem szerettem. Szóval szigorú. Egyszerűen így mondom, szigorú voltam, és ezt a szigorúságot meg is követeltem a pályán kívül is. Családban is, barátoknál is. Felelőtlenül nem szabad ígérgetni, mondani dolgokat. Nagyon becsülöm és tisztelem, és tényleg mindent, mint labdarúgó, amit elért, tehát tényleg. És büszke vagyok rá nagyon, mint apa, hát kemény volt. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem, otthon is. A tipikus, hogy hazahozza a problémákat, vagy ha Fradi kikapott, vagy akármi. Vagy ha ugye meccs van, akkor zsit, mert meccs, tehát akkor nem lehetett levegőt venni se.
Úgyhogy hát azért néha hiányzott a gyengeség, gyengédség, meg a finomság, meg a pláne, hogy anyukámat elvesztettem. Szóval hát bármit megadnék érte, ez nem titok, de azért hiányzik az az apa-lánya viszony, hiányzott régen, az a közelebbi. Velem is olyan volt sokszor, mint a pályán, úgyhogy igen, kemény. Idősebb korára sok mindenbe változott, és pozitívan, de hát ezt azért hát egy jó pár évvel ezelőtt már értékeltem volna, szóval igen. Ha egy ember elveszti az egyik szüleit, és van a másik, aki kemény, úgy nehéz lenni, de mondom, mostanra azért sokat változott, az igaz. VVK győzelmet, azt az egész menetelést, azt miként élted meg, hogy emlékszel vissza? Vidáman, jó kedvem, meg szomorúan. Melyikkel kezdjem? Akkor kezdjük a szomorúan. Annyi, hogy tudni kell az, hogy a Vásárvárosok kupátja oda-visszavágók voltak, tehát két mérkőzés volt, és az idegenben rúgott gólok azok duplán számítottak. És nagyon jó csapatok ellen kellett játszani, és úgy hozta a sors, azt hiszem három mérkőzést nem tudtuk eldönteni se kint, se itthon, és ezért kellett egy harmadik mérkőzést játszani, és ez a harmadik mérkőzés hát sok palotába került a külföldi csapat. A kinizsi korszakban 1954-55-ben lettem fradista. Ekkor még a kis Gyuszi, ugye a Fradi kölyök és ifjú csapatában játszott, tehát akkor még nem találkozhattunk. Igazi meccsre járó szurkoló a 60-as évek elején lettem, amikor Rákosi Gyula már a csapat állandó tagja volt. Rengeteg meccset láttam. Én is oda voltam a nagy sztárokért, de legjobban én a zongoracipelőt, az igen a jó csapatjátékost, a csapatért küzdeni tudó Rákosi Gyulát kedveltem a legjobban. Én is, mint sok fradi szurkoló a saját korosztályomból, a csapat VVK menetelésére emlékszem a legszívesebben, aminek szintén Rákosi Gyula a tagja volt. Ez egy hatalmas siker volt, a mai napig ugye a legnagyobb sikere a Ferencvárosnak. És nagyon emlékezetes a Manchester United elleni két hazai meccs, a második különösen, ugye, ami a továbbjutást jelentette, és nem tudom pontosan idézni, de a Népsport valahogy ezt írta Rákosi Gyuláról, hogy a szíve legjavát adta a csapatért, mert a mezőny munkája mellett még a kapura lövésre is jutott ereje. Szóval ez volt, ami az ő egész játékos pályafutását hát jellemezte. Mikor Manchesterbe mentünk játszani, akkor még nem volt ilyen közös éttermi érkezés, hanem a Vágóhídról szereztek szalámit, a Péksétből pedig kenyeret, és az egyik csomagot én vittem, a másikat meg a Gyuszi, és Londonba leszálltunk, és akkor egyszerre nem tudott menni a csapat a géppel, hanem külön mentünk egy másik géppel, és akkor mi elkezdtünk ott szalonnázni, meg kenyeret vágni, és mindenki nézte, hogy ezek honnan jöttek, és ott 10 óra íznak, meg ebédelnek. A lényeg az, hogy aztán bejutottunk a döntőbe, sikerült venni az akadályokat, és ezt később tudtuk meg, hogy a nagy vezetőség, nem a Fradi, hát azok rábólintottak persze, OTS, azt hiszem akkor még OTS-á volt, úgy döntött, hogy egy mérkőzésért odaadja a lehetőséget a Juventusnak. Hát el kell gondolni, hogy azért mennyi esélyünk volt. Tudomásul vettük, nem zúgolódtunk. Magunk között elkezdtünk beszélgetni, hogy és mint, azt mondtuk, gyerekek, mindent tegyünk meg azért, nehogy kapjunk egy ötös, mert az nehéz megmagyarázni. Egy-két gólra kikapunk, az könnyebben megbe, és jobb csapat volt a Juventus. Aztán úgy hozta a sors, hogy tényleg mindent megtett a nagy mondás, hogy egy mindenki egyérez, ezen a mérkőzésen nagyon bejött, és sok helyzetet kihagyott a Juventus, nekünk sikerült egyet. Ennek egy érdekes története volt, hogy jobb oldalon ment a támadás, a Novák Dezső
ívette be a labdát, a Flóri szokás szerint ment a centerre, föl akart ugrani, kilökték a labdalól, és jött a Fenyvesi Máté, befejelte, Flóri meg a földön ülve reklamált, hogy szitta a bírót, minden, mondom, Flóri, gólt szereztünk, állj, micsoda, fölpattant, és akkor nem volt már semmi gond, és tudtuk tartani az eredményt, és egy olyan nagy élmény volt, hogy egy ilyen nagy kupába részt tudtunk venni, eljutottunk a döntőig, és főleg, hogy meg tudtuk nyerni. Ez nagyon nagy dolog volt abban az időben, és most is annak tartom. A VVK siker az olyan gyönyörű volt, hogy arra csak jó emlékkel lehet gondolni, mert egy nagyon intelligens ferencvárosi 11 volt az a csapat, és én erről a fiam által egy kétperces filmet láttam, és amikor a Mátrai Sanyi átvette a kupát, és mi oda csoszogtunk jóformán mögé, azt mondja, apu, ti nem is örültök. Mondom, kisfiam, ez olyan társaság volt, hogy ez türelmesen várta még a győzelmet is, és kulturáltan intelligensen vettük tudomásul ugyanúgy a vereséget és a győzelmet is, de ezzel mi mindenkinek nagy örömet szereztünk, saját magunknak is. Kaptunk 6000 forintot a mérkőzésért. A Dalnoki Jenő nem játszott sérülés miatt, és Horváth Api játszott helyette. És hazajöttünk, és akkor egyik vezető megígérte, hogy próbál egy kis pluszpénzt szerezni. Nem tudott, le is mondott abban a pillanatban, azt mondta, elnézést, fiúk, ezennel le is mondok mindenről. És összedugtuk a fejünket, és a Jenőnek összedobtuk a kis pénzt, amit lehetett. Rákosinál van a labda, körülnéz, aztán hátragrét, Fenyvesi kapja meg, megnézi magának a jobb felső sarkot, lő, és Bernard kapus a kapufa segítségével tud csak menteni. 1960. május 22. csapatkép, és ott is mit kellett játszanom? Bassz is jött. A balösszekötő a Dunai Antinak a bátyja volt, a Dunai Jani, és zöldfülű bal szárny volt. De jó játszottunk, igyekeztünk, én úgy emlékszem rá, én is nagyon igyekeztem, és ahogy említetted, vagy volt is szereztem, Reszcibén a bíró nem adta meg, Flóra, de gratulálok kicsi, nagyon szép volt, menj a fenébe, nem ér semmit se, de szép volt, és legyen emlék a számodra. És az meg is maradt bennem, és azóta is bosszant, hogy és ahogy a NB1-ben első mérkőzésen sikerült gólt szereznem, mondom, válogatottban is első mérkőzésen jó lett volna, de hát így is szép volt, jó volt az a 41 válogatottság. Volt szenvedő mérkőzésünk, India ellen játszottunk, mikor megláttuk őket, szakálik föl volt kötve, hátul a hosszúlyok föl volt kötve, hát meg ilyen szoknyában jártak, hát nekünk az új volt. Na lényeg az, hogy azt hiszem 2-1-re győztünk nagyon-nagyon nehezen, örültük neki, és mentünk tovább. Ez végül sikerült eljutni a negyed döntőig, ott pedig a döntőben azért nem jutottunk be, azt hiszem a dánok ellen játszottunk, csináltam egy 11-est, Várhidi Pali nem rúgta be, és kikaptunk. Ez bosszantó volt, mert jó csapatunk volt. Göröcs Albert, szóval csak a sikert lehetett ettől a társaságtól elfogadni, elválni, és úgy is álltak hozzá a vezetők. Nem színeztek, nem cifrázták, teljesen mindegy volt, hogy zöld-fehér vagy más színű játékosok kezdtek, ebből nem csináltak ügyet, és akik bekerültek a csapatba, mindent megtettek azért, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Nem játszottam, mert betegség bekényszerített a sportkórházba. Én mentem be, a kocsival volt egy Warburgom, kocsival mentem be, leültettek, még akkor Alkotás utcában volt a sportkórház, egyes pavilonban volt a doktor Juhás József, Gyarmati Jenő, két csodálatos elnézés, őrült fradisták, mindent megtettek a csapatért. Fölmentem, fájt a derekam, és akkor mondták, üljek le, jött a hölgy, levette a vért, visszament, bizonyos idő után jött, azt mondja, meg sem mozdulj. Mondom, miért nem mozduljak meg? Azt mondja, meg nagyon
súlyos beteg vagy. Mondom, én súlyos, a derekam fáj sem. A lényeg az, hogy kitalálták, de nem kitalálták, hanem rájöttek arra, hogy tulajdonképpen vakbélgyulladásom van. És olyan stádiumban volt, hogy másnap meg kellett, hogy műtsenek, mert ha nem műtenek meg, akkor perforált volna. Meg is kaptam ajándékba a doktortól, nagyon csúnya volt. És megműtöttek, és 4 napig kellett ágyba feküdni. Most már másnap rögtön felállítják az illetőt. Engem nem sikerült csak 4 nap után, de... Ja, és akkor bekerült a Komora Imre, és lett volna egy olyan feladatom, hogy kint a bajnokságon Suárez kellett volna fognom, aki napjaimban halt meg, nyugodjon békébe. Hát ez lett volna a feladatom. Komora Imre az másképp állt hozzá. Én mindig az első számú feladatom, hogy ezt semlegesíteni. Azt, akit rám bíztak, volt ilyen például a Szusza Ferivel is, hogy ezt a Komora Imre nem tudta megcsinálni, meg hát azért valamivel jobb csapat volt a spanyol gárdon. Itt van, meg tudom mutatni, ezt kaptuk, ezt a 4 csapatnak plakettét, ami hát tényleg így emlékszik vissza az ember. Anyagilag nagyon nem voltunk úgy. De ami volt, aztnak is örültünk. Nehéz volt bekerülni a válogatottba, mivel volt egy olyan csatásor, a Sándor Göröcs Albert híj fenyvesi. El kell képzelni, hogy hát én ott voltam 6. Aztán, mikor bal oldalon, majd jobb oldalon kellett játszani, betettek, sikerült kijutnom a világbajnokságba, 1962 Chilében volt, Rengóban laktunk, egy kis faluba, és nagyon-nagyon szerettek bennünket, és igyekeztünk, hogy minél jobban szerepeljünk. Azt hiszem argentin bulgárok, ki volt, még volt valaki, argentin bulgárok, ja, és az angolok, hát angolokkal kezdtünk, első mérkőzésem, volt egy játék, Haynesnek hívták játékmester, azt kellett fognom. És hát sikerült is, hál' Isten, a Flori olyan gólt rúgott, hogy majdnem az alapvonalra rúgta, azzal egyenlítettünk. Sándor meg belül őrjöngött, guris vissza, nem gurította vissza, gól lett, nem lett belőle probléma, mert gól lett. És a Tigla is rúgott egy hatalmas gólt is, ezzel 2-1-re győztünk. Ez volt a legnagyobb favorit a csoportunkban, utána a bulgárok ellen játszottunk. Én nem játszottam, pihentetett az edző, Paroti Lajos bácsik. Utána jött az argentin, az meg már a döntetlen is jó volt nekünk. És érdekes, amire visszaemlékszem, hogy a Krosi Gyula vagy 50 szögletet rúgtak ellenünk, ami az ölibe ment, azt is küldtette szögletre. Ilyen humorosan játszottunk, de sikerült tovább jutni, úgyhogy ami probléma volt, amiben a későbbi hibát láttam, hogy az argentinak ellen a úgynevezett standard játékosokat pihentették, és a csehek ellen már az megbosszulta magát. Jó, ott volt emberi hiba is volt a játékvezető, úgy vezette a mérkőzés, hogy akárhány gólt rúgunk, nem tudunk tovább jutni. A Schroff kapus nagyon jól védett, csodálatos volt. Mindent megtettünk a sikerért, jó csapatunk volt akkor is, és mégse sikerült. Pelé nem játszott a 66-os világbajnokságon. Oda is úgy mentünk ki a csoportba, jussunk tovább. Aztán rögtön az elején a fejünkre ütöttek, kikaptunk a portugáloktól, és utána már kapaszkodni kellett, aztán sikerült kapaszkodni, és tovább jutottunk. Aztán jött a mumusunk, a Szovjetunió, ha jól emlékszem, szovjetek voltak. Igen, nem volt az, hogy nem szabad győzni, soha nem volt ilyen. Többször játszottam a szovjetek ellen, sőt, ifi válogatottnál saját bőrömön tapasztaltam, senki nem mondta, hogy nem nyerhetjük meg a ifjúsági, nem, UEFA torna volt, mi rendeztük a Népstadionban Magyarország, és 1-0-ra kikaptunk, úgyhogy ilyen kellemetlen emlékeim vannak, ott is nagyon jó csapatunk volt, jól is játszottunk, kaptunk 2 olyan gólt, amit el lehetett volna kerülni, én kihagytam egy nagy gól helyzetet, egyszer kerülök kapu elő, akkor is kihagyom, de azt a lehetőséget nem fogtam a fejem, utána futottam balról, beadtam, Mésző Kálmán jött, kb. 10 méterre a kaputól,
merre akarta venni, és onnét bepombázza, mert fejjel akkor tud, Jasin védett a szovjeteknél, és mellére a Jasin kezében, mert már jött kifele oda. Ezt senki nem emlegeti, csak az, hogy én kihagytam a nagy jelzetet. Amikor hazajöttünk, hát volt egy pár hónap kellemetlen, amikor nagyon-nagyon szittak, emiatt a kihagyott helyzet miatt, és minden élményben számomra meg is említették. Hát sajnos mindig azt mondtam, hogy elnézést, nem volt szándékos, de ha viccesre fogom, akkor elmondom azt, hogy volt egy magyar játékos a szovjet csapatban, és megbeszéltük, ha ők juknak tovább, akkor kimennek Magyarországról. Jó, elfogadták, ettől csak egy borzi hang fölpattan, azt mondja, ide figyelj, Rákosi, mikor mentek ki az oroszok? Hát mondom, elég sokád van, de ilyen nagy országban nem tudnak gyorsan kimenni. Hát elütöttük viccel, úgyhogy ezek ilyen fájdalmas emlékek. Jobb csapatunk volt, jobb érmeket érdemeltünk volna meg. Búcsú válogatott mérkőzésre szovjetekhez kapcsolódik. Megint, mindig a szovjetek. Hát ott is megint bal szélső voltam. A meccs előtt eldugtam a tízes mezt. A Farkas Jani az csak tízesbe szeretett, eldugtam. És a Jani örjöngött, adjátok vissza, én meg nevettem, tudtam, hogy én tudom, hogy hol van. Kénytelen voltam elővenni, odaadtam. Győztünk 2-0, úgy megijedtünk a szovjetektől, 2-0-ra győztünk. Na, ami lényeges, hogy edzői hibák már akkor is voltak, hogy kimentünk a visszavágóra, 2-0, mondom, 3 gólt, ezek a büdös életben nem fognak rúgni, egyet mi is csak rúgunk és tovább jutunk. És edzői hiba az volt, én szerintem, hogy változtak játékosok, nem kerültek be a csapatba. Például hogy egy nevet mondja, Görös János, ilyen esős idő volt, és akkor érdeklődtünk, miért nem, mert neki a csúszós talaj nem fekszik. Hát ha valakinek nagyon feküdt, az Görös Jani volt. Na, ő is kimaradt. Nem ezen múlott, hanem hogy kaptunk egy távolra egy nagyon szerencsétlen gólt, és a védelem nem állt a helyzet magaslatán, mert hogyha úgy játszanak, akkor azért itthon, majd ott 0-0-ra ki tudjuk húzni a mérkőzést. Nem sikerült, pedig a prémium is magas volt. Nem merem kimondani, 30 ezer forint, hát most összehasonlítjuk a maival, de akkor az jó pár évtizede, akkor nekünk nagyon nagy pénz volt az, és ezért harcoltunk vereség, és soha nem fizettek semmit. Ez olyan érzés, amit így nem lehet elmondani, hogy telt ház van, fölállsz a pálya közepén, és hallgatod a magyar himnuszt. Most meg pláne, hogy piros, fehér, zöld, szóval ezek fantasztikus dolgok, és jó érzés. Mindig megkönnyezem a himnuszokat, mert fantasztikus dolog. Én ott állhatok közönséggel szembe, és harcolhatok a magyar dicsőségért. Jó érzés volt. Ez hajtott engem mindig, hogy mindig próbáljam a lehető legjobbat nyújtani. Itt volt az, hogy futottunk szobrok között, szobrok mellett. Aztán, amikor Karcsi bácsi azt mondta, hogy ez kevés, akkor vitt a lépcsőre, és akkor föl-le futottunk. Aztán, amikor azt mondta, hogy el se fáradtatok, akkor fussatok körbe egy párszor. Hát megmondom őszintén, gondoltunk egy pár szép dolgot, nagyon szépet, de azért megcsináltuk, mert tudtuk azt, hogy ez kell nekünk. És itt ez egy élmény most is, hogy ittok lenni, és megvannak ezek a régi szobrok, amit nagyon nem szerettünk, mert kicsit olyan munkásőr embereknek néznek ki. Azért jó érzés volt. Jó napot! Dózsának szurkol? Na azért, kösz szépen! Úgyhogy, de akkor is hajrá, Frali! Kicsit te kinek szurkolsz? És nem zöld a sisakod. Kösz szépen, viszlát! Na, ezek az élmények is. Melyik a legfájóbb emléket a játékos pályafutásodból? Amikor abba hagyatták velem a labdarúgást. 2 év volt bennem. Akkor jártam is a csapattal, tartalék voltam, és azt mondta az edzőm, hogy kispados voltam. Hát téged nem cserélek be, mert ha becserélek, akkor rögtön gólt szerzel. Ilyen volt a sorsom. Hát mondom, az a lényeg, nem?
A lényeg aztán hát jött az a nagy bizonyos fiatalítási időszak, és akkor Horváth János volt az elnökünk, és fölhivatott. Fölmentem hozzá, tessék, Anibá, parancsolj. Arra gondoltunk, hogy abba kéne hagynod a focit, mert jönnek a fiatalok, tudod építeni csapatot. Hát nem, Jani bácsi, ezt hogy kell érteni, hogy abba hagyni? Hát befejezed és megkapod az ifi egyet. Ó, mondom, ifi egyet? Hát nem, úgy magamban. Hát mondom, hazamegyek és megbeszélem ott a szüleimmel, hazamentem. Hát nehéz volt a hazamenetem, állandóan ez járt az eszembe, abba hagyni a imádott játékot. Na lényeg az, másnap mentem, és akkor mondja Horváth Jani bácsi, azt mondja, ide figyelj. Én is gondolkodtam, ifi egyet még korai lenne, még jófaján játszanál is ifi egyet, hát jó társaság volt. Huller, Nyilasi, Kelemen, Magyar Pista, Onnázó Tibi, Rab Tibi, szóval jó kis ifisták voltak akkor, azért aztán később örültem, hogy mégis úgy sikerült, és azt mondja Jani bácsi, figyelj ide, az az igazság, hogy erre még nem vagy érett. De ígérem neked, egy év múlva ifi egyet átveszed. Elmondom, megint hazamegyek, megbeszélem a szüleimmel. Megint hazamentem, visszamegyek. Na, hogy döntöttél? Mondom, Jani bácsi, lenne egy kérdésem. Szabad? Mondja nyugodtan. Meg tud ígérni nekem az, hogy jövőre te leszel itt az elnök? Na, azt mondja, menj a csodába. Te vagy az ifj edzője, és akkor így vettem át az ifj edzőt. Hát voltak fiatal játékosok, akik nagyon óroltak, más edzőt szerettek volna. Ezt most tudtam meg öreg fejjel, tehát mindegy ilyen, aki ezt szereti, azt szeret, és akkor átvettem. Nagyon nehéz időszak volt, mert sokszor volt úgy, hogy bizony éjjel álmomba futok a pályán, nem haladok, és arra ébredtem fel, hogy sírtam. Szóval ez egy szerelem volt, és mai napig is szerelem, és abban az időszakban szegény Lajosnak később el kellett Szűcs Lajosnak menni. Jó, megértettük azt, hogy fiatalítani kell, ez természetes dolog, de azért nem szabad úgy belemenni, hogy tiszta fiatalok, mert aztán a csapat issza meg a levit. Ez egy kicsit ez nagyon fájt, de úgy érzem, hogy jól döntöttünk, hogy ezt választottam. Szép volt, az is egy sírós mérkőzés volt olyan értelemben, hogy 3 év után újra nagy közönség előtt játszani a csibészekkel, régebbekkel is, de főleg hát ilyen Nyilasi Béla társaság, akik hát akkor már szender tagok voltak. Jó érzés volt, és a Flóri ilyen opsi-foksi mozdulattal szerezte a gólt, ha jól emlékszem, 1-1 volt az eredmény. Nagy dolog volt, nagyon nagy dolog volt, és hálás köszönet a akkori vezetőknek. Ugyanúgy örültünk, az nem biztos, lehet, hogy ha 72-ben van ez, akkor másképp örülünk, de itt is nagyon örültünk, hogy nem felejtették el, és megadták ezt a lehetőséget, hogy nagy közönség előtt tudjunk elbúcsúzni, és ez nagyon nagy dolog is azóta, és a szívemben van, hogy ahogy éltettek bennünket, hát mondjuk főleg a forrékat, mert azért Rákosi nevet nem kiabálták csak úgy, hogy ilyen Rákosi. Példaképemnek tekintettem, akkor a Ferencvárosnál egy fiatalítási hullám indult meg, és én gyakorlatilag a Gyulának a posztriválisaként kerültem a Ferencvároshoz. Nehéz örökség volt, mert magasan volt a mérce. Én nekem a Gyulának a játékhoz való hozzáállása és a habitusa mindig is közel állt hozzám. Tehát nekem az egyik kedvenc játékosom volt, hadd ne soroljam azokat a tulajdonságokat amiatt, de talán egyet-kettőt megemlítenék, úgy mint az elszántság, az akarat, a küzdőképesség, ami a Ferencvárosra mindig is jellemző volt, illetve Ferencváros játékosaira jellemző kellett, hogy legyen. Mi aztán később még az öregfiúkban is játszottunk, egy nagyon-nagyon sikeres, emlékezetes időszaka volt az akkori ferencvárosi öregfiúknak, edzőként is, mert én akkor kezdtem el, gyakorlatilag a pályám elején voltam, és én sokat tanultam a Gyulától is, és igazi kollegális kapcsolatban voltunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy a Gyulaim már 85 évesen ilyen fit állapotban van, gyakran találkozunk, és nagy örömünkre a baráti kör elnökségi tagjaként mondom, hogy elvállalta a tiszteletbeli elnökségi
pozíciót, ami számunkra is megtiszteltetés és nagy öröm. Imádtam. Én mai napig imádtam volna gyerekekkel foglalkozni, mondjuk nem ebben a korban már, 20 évvel mondjuk, vagy 10-el. Én mindig szerettem, és látta a fejlődésüket, és nagyon jó játékosok voltak, ahogy említettem. És ezek olyan dolgok, hogy földobják az embert, és akkor, ahogy mondtam, 2 évig még azért el tudtam volna játszani. Bennem volt az, hogy mindent megmutatni, kapra lövés. Nagyon szerettem foglalkozni a fiatalokkal, és megnyertük a bajnokságot hosszú-hosszú év után, a ifjával, és ez nagyon jó érzés volt, és rögtön be is szippantottak az MLS-be. Nagyon élveztem, megmondom őszintén, hát összeszedni a különböző csapatokból a jó fistákat, óriási feladat, és nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ezekkel fiatal játékosokkal én foglalkozhattam, és annyira jó játszottunk, hogy volt első UEFA tornánk Svájcban volt, harmadikok lettünk, utána, ha jól tudom, utána igen, itthon játszottunk a UEFA tornát, a szovjetek csapatok, ezek mindig jönnek a szovjetek, édes Istenem. És ott a másodikok lettünk. Aztán ott megint jött az a probléma, hogy hát más edzők az, hogy harmadikok meg másodikok voltunk, nagy értéke nem volt, erkölcsileg se, amúgy meg pláne nem. És akkor behozták a Dalnoki Jenőt, hogy majd ő kemény, határ minden. Hát aztán ment tovább a szekér. Megvan egy határozott sorrend az összeállításban is, amiben van egy érdekesség. Rákosi Gyula átszervezte a Ferencváros védelmét gyakorlatilag. Hát tulajdonképpen át kellett, mert időközben a Pintér Attila elment, center halfunk nem volt, és ideglenesen a Simon Tibi megoldotta, de jobb egbe lett válogatott, és ott szeretnénk, ha tovább ott lenne válogatott. Ezért a Telek Andrásra esett a választás. Úgy estünk bele, hogy a Dalnoki felmondtak, és akkor Váczen Lászlón ott volt a megbeszélés, Flóri és jó magam. És az, nekem a kérdésem az volt, hogy Flóri levetkőzik? Hát Gyula, hogy gondolja? Flóri reprezentál, megy szponzorokat szerezni, minden, stb. Stb. Hát mondom, ez érdekes lesz. A lényeg az lett aztán, hogy elkezdtük, nem vetközött le egyedül, meg azért, ahogy most látni, hogy nem kette-hárman vannak, többen vannak, így helyes. És akkor jött be a Szűcs Lajos, és akkor ő lett a pályaedző, Flóri meg át a vezető edző, de hát én voltam az. Nehéz időszakot. Aztán eljött az a 2,5 év vezetésig ígérete ellen, hogy a dobogón végzünk, előtte ez is volt a csapat. Honvéd ellen kihagyta a Fischer Pali, a 11-es, ha berúgja, akkor aranyosak vagyunk. Ez ami fáj az egész, hogy NB1-ben nem tudtam aranyos lenni már érem szempontjából. Hát igen, az mai napig is fáj, 0-0-nál hagytam ki a 11-est, és a 2-jel kikaptunk. Hát nem hiszem, hogy azon ment el volna a bajnokság, mert utána volt még 4-5 forduló, tehát az a Honvéd az nagyon jó csapat volt akkor. De hát biztos közre játszott az az, mert ott berúgtam volna, akkor lehet, hogy más lett volna az eredmény. Nagyon jó edző volt, tudott nagyon kemény lenni, de benne volt a bohémságokban is. Hát mondom, hogy sokat köszönhetek neki, mert amikor idejött, akkor stabil voltam, a stabili kezdőcsapatba tett be, és hát megháráltam a bizalmat, mert rugdostam a gólokat. Hát egy szóval nagyon jó, jó ember. Akkor, ha dobogon végzünk, akkor meghosszabbítják a szerződésünket. Ez volt a vezetőségtől az ígéret. Azoktól a vezetőségtől, akik később aztán szó szerint elküldtek. Dobogon végeztünk, Zurzák Csöpi nagyon jó szerepelt, és ő általa sikerült X-et játszani, ha jól emlékszem. Visszajöttünk, a lényeg az, leültünk beszélgetni, és annyi volt, hogy Flórinak hát természetes, azzal nem foglalkoztak, hát világos. Szűcs Lajosnak adtak egy lehetőséget, hogy Lajos valahol majd utánpótlásra egy lehetőséget biztosítunk. Szóval én kerültem sorra, annyi volt, kaptam egy borítékot, néztem, mondom, hát elég vékony, nem tudom, hát csekk az nem divat Magyarországon még, hát nem tudom, hogy ez mi. Hát levél volt benne, hogy köszönjük szépen. Úgyhogy most elválnak, de a labdarúgás kereke forog-forog körbe, aztán még egyszer majd talán sikerül.
rosszul esett, megmondom őszintén, mert nem erre számítottam, nem ezt ígérték. Ami még jobban bosszantott, hogy most nem a Lajos ellen, Szűz Lajos ellen, neki adtak egy lehetőséget, hogy válasszon, vagy ott maradhat. Nekem még ezt a lehetőséget se kínálták fel, és ez nagyon bántott, mert én úgy éreztem, hogy büszke lehetek arra, hogy mint fradista voltam ott. Hát a Lajos meg azért nem a Fradiba kezdte el a labdarúgást, nem ellene mondom, örültem meg, hogy maradt. És így aztán nekem keresztkezett egy ilyen vándorútam. Végül sikerült ide visszajönni. A Vince Géza megkeresett, hogy gyere vissza a Fradihoz, mondom, Géza, én voltam ott, elzavartak, mert én így fogom fel, hát ha annyit nem érdemeltem meg, hogy egy lehetőséget biztosítsanak, az fájt nagyon, azóta is fáj, nem is voltam jóva akkori elnökkel, és mondom, Géza, szóval én gondolkodj el rajta, na lényeg az aztán, jó van, oké, próbáljuk meg, és akkor sikerült visszakerülni. Utánportás szakágvezető, Ifjénynek az edzője. A mai csapat, vegyes társaság, igyekeznek, van köztük egy pár jó játékos. Én azt gondolom, hogy az ő személye az egész klub számára egy megkerülhetetlen személy, és hát nagyon boldog vagyok én is, és büszke, hogy ismerhetem őt, és hogy még közöttünk van a mindennapokban. Igazándiból nem nagyon szembesültem még kritikájával, de azért többször olvastam, hogy tudta éles szavakkal bírálni a csapatot, amikor az indokolt volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy tőle el is kell fogadni, és meg is kell hallgatni ezeket a szavakat. Hosszú-hosszú éveket ölel fel az ő klubnál eltöltött ideje, gyakorlatilag ugye 70 évről beszélünk, és ez a mai világban ugye nagyon ritka, és ezért gondolom, hogy minden olyan tradíció, ami a klubhoz köthető, minden olyan siker, ami ez alatt az időszak alatt a klub életében volt, az mind az ő életének is a része, és mindegyikben volt valamilyen fajta szerepe. Mennyire volt nehéz megélni a jó barátok, Flóri bácsi és Lajos bácsi elvesztésén? Hát ez nagyon nehéz megélni. Majd a halál megoldja. Nem, ez kegyetlen dolog, hogy ilyen fiatalon elmentek. Nagyon hiányoznak. Nem csak ők, minden úrja a csapattársam. Elnézést. Nagyok. Visszajöttem. Amíg a hárman voltunk, mindig jó volt, mert régi Fradi pályán, az új, ahol most van, az iroda pont a pályára nézett, és onnan néztük a mérkőzéseket, és ott aztán bohózkodtunk. Ha vita volt, én állandóan vitatkoztam, nem én, főleg a Flóri. Az az igazság, hogy a régi emlékeket ezek között az emberek között lehet értékelni. Most kinek mondjam el, hogy félig meddig mondjuk Muha Jóska, Horváth Api, akik a régebbiek, mondjuk a Lipcseiek is benne voltak ezekben a dolgokban, de mi nagyon mélyen benne voltunk, és összejöttünk az irodában, mi volt, hogy volt, stb. Ment és mi lesz. Igazi öröm volt kimenni mindig. Most is öröm, most már megszoktam, hogy egyedül vagyok ottan halottakkal, de hát ilyen az élet, tudomásul kell venni. Régi Fradi pálya, ott kezdtem el rakosgatni,
Flóri mindig ezért balhizott is, kicsi, menj már a fenében, minek. És annyi, hogy aztán sok összejött, és amikor történt a halálesetem, akkor meg átjöttünk ide, hát akkor sokat nem tudtam leszedni, mert volt, ami ragaszva volt, az nem jött le, sajnálom, de azért van egy-kettő, ami a múltból vannak, hol is vannak. Na, ja, itt ezt sikerült leszednem. Hát ez ilyen hobbi, szenvedély, hogy mi, mert, hogy mondjam, nem szeretném elfelejteni őket, és ha bárki ide jön, az is lássa azt, hogy itt azért emlékezünk a régiekre, nagyon régiekre, középrégiekre, mostaniakra, hál' Isten, ott még sok nincsen, de élvezettel raktam fel, és már megszoktam ezt a levegőt, ezt a környezetet, mert azért eleinte nehéz volt bejönni. Hát ezek a legrégebbi, ez a csapatunk, amikor mentünk USA-ba tengeren túlra, akkor ez volt a csodálatos, ennek az a története, csodálatos mez, Adidas, Nike, mi volt még? Ezt a piacon vette a akkori, aki intézte a dolgokat. Ilyen egyszerű, hétköznapi ingek voltak, és ebbe játszottunk. Mondjuk nyáron nem volt rossz, amikor hőség volt, mert azért jobban párogtunk, de viszont ha napon játszottunk, akkor pöttyök ott maradtak. Flórinak az aranylabdája titokban szinte szégyelték, hogy a Ferencvárosból lett egy játékos, aki aranylabdát tudott szerezni, persze segítettünk neki, nehogy azért félreértsük. És hát a régi legendák ott, a Albert Puskás, Tóth Misi bácsi fönt, ezek mind-mind olyan emlékek, amire úgy szívesen visszagondol. Misi bácsi, hát amikor először hazajött Magyarországra, amikor a stadionban játszottunk, 81, igen, és ő a pesti csapatban játszott, én a vidékében, én pesti voltam, de oda tettek, és a csapatban Flóri nem fér be, mert olyan volt a csatásor, hogy a Szusza volt a center, Hidegkuti, Puskás. Szóval, és hát teltház volt, mondanom sem kell, hogy óriási élmény volt. Öcsi bácsi rúgta az első gólt, én a másodikat, aztán megint a öcsi bárukta, én megint kiegyenlítettem, oda mentem mellé, mondom, öcsivel, balhé lesz, azt mondja, micsoda. Hát mondom, nézd meg, milyen nevek a villanyújságon, Puskás Rákosi, Puskás Rákosi. Na, elmérte az anyádnak, és akkor elküldött melegebb éghajlatról. Harmadik gólt is ő szerezte, a Szűcs Lajos barátunk az egyenlített. Ez egy nagyon nagy élmény volt, mert ennyi ember előtt és ilyen játékosak ellen mellett játszani, hát mindenki volt, aki a 60-as években játszott a klubokba. Azért tartom az öcsi bácsit a legjobb magyar játékosnak, nem csak a tudásán, hanem mint ember is úgy viselkedett, hogy ahogy kell, és sok-sok kilóval kiment külföldre, itthon már leírták, és újra talpra tudott állni, sőt, spanyol válogatott lett. Ez mindent elmondta róla, hogy milyen akarat eleje volt, és megcsinálta, és bármikor találkoztunk, először találkoztam vele életemben, mi jöttünk haza Dél-Amerikából, a Real Madrid megutazott valahova, és ülünk ott szép, és egyszer csak halljuk, hogy öcsi bácsi, Magykosilasok, hol vagytok? Fele hangzott ott a váróterem. Hát jött felénk, felálltunk szépen itt sorba, végigment, mindenkivel lekezelt, odaért hozzá, mondom, tiszteletem, öcsi bácsi Rákosi, na menj, és akkor megint mondta a dolgot. És én így ismertem meg mindenbe segített, mindenkinek segített, szóval kint külföldön. Ez, amit mai napig nem tudok megérteni. Úgyhogy Freudnak a halálát, hogy olyan gyorsan ment minden, hogy szinte hihetetlen volt, és megműtötték. Bementem hozzá, így feküdt tele tappancsokkal. Szóval kísér ki a WC-re, mondja nekem. Mondom, te normális vagy? Megyünk kifele, eldobod magad, és akkor jajgasz, hogy ellökött a Rákosi Gyöszi, úgyhogy nem kísérlek. Hát ilyen viccelődtünk. Sajnos aztán rossz vége lett, de hát ilyen az élet, ki előbb, ki utóbb. Aztán utána jött a Szűcs Lajosnak az esete. Te is szegény. Elég sokat szenvedett, de hát
ezt nagyon sajnálom, mert fiatal emberek. Hát nem mondom azt, hogy tégyel, nem kell szégyelni, de hát a legöregem még mindig itt vagyok, aztán én pátyolgatom az ő emlékeit. Az én szűk szobámba itt két olyan elnök volt, akire büszkén gondolok, és büszkén mondom a nevüket. Elsőnek mondom a Haroth Jánost, igaz, nem volt fradi szurkoló, honvéd szurkoló volt, ő meg is mondta, de elkezdte az építkezést, és mondtuk neki, hogy nagyon bátyám, hát elkezded, és pénz nincs meg egyszerre, de majd folyamatosan, és a másik természetesen a Kubatov Gábor elnök úr, és a helyettese, a Nyíri Zoltán, és így tovább, aki ebbe a elmúlt szép 10 évben ügyködtek, az mind-mind dicséretet érdemel, és szerintem. Kubatov elnök úr minden alkalommal, amikor itt van a mérkőzés a grupamában, akkor meghív, és én elfogadom. Ő egy ilyen balansz vagy tőkesúly itt a klubban, aki visszaidézi azokat az időket, amikor még nyugodtabban, meg talán még azt is mondhatom, hogy erkölcsileg, morálisan jobban mentek a dolgok. Nagyon sok mindent tanulok tőle, de azért ennyi meccset kevés ember látott. Ez érdemes róla tudni, hogy ő az utánpótlás meccsekre is kijár, hanem az utánpótlás gyerekeket is nézi. Ismeri őket fejből. De egy-egy meccs után leülni, hogy ő mit látott, az egy nagyon, nagyon érdekes dimenzió. És azt vettem észre, hogy nyilván mások ezen nem csodálkoznak, de hogy sokkal előbb látja meg a hibákat, meg a jó dolgokat, mint. És van egy nagyon érdekes ilyen lényeglátása, hogy valahogy az gondolatokat tudja koncentrálni. És ezért aztán jó vele beszélgetni a futballról. A futball átalakult, rettenetes módon átalakult, és nagyon gyorsan, és rendkívül dinamikusan, és nagyon pénzcentrikus lett, és olyan különbségek vannak a pénzek között, hogy el lehet csábítani játékosokat. Ameddig ilyen világban, addig egy ember nem fog 70 évet eltölteni egy klubnál. Mert majd jön valamelyik másik klub, hogyha nagy tudással bír, és akkor azt a tudást meg fogja vásárolni, el fogják vinni oda. Úgyhogy az utolsó mohikánt látjuk a klubnál így. Legendás triumvirátus volt a Flóri bácsi, Szűcs Lajos bátyánk és Rákosi Gyuszi bácsi. Minden nap találkoztak, pedig már hát rég nem futballoztak, nem voltak vezető szerepben a Ferencvárosban, de minden nap bejöttek és ott találkoztak a stadionban. És amikor a stadiont elbontottuk, és amikor átköltöztünk, akkor a 9-es számú szoba lett az övék Flóri bácsi mezéről. És talán ez a szám is mindig emlékezteti őket. És azt a régi fajta világot át kellett idehozni. Meg azt a tradíciót át kellett idehozni. Majd a Nyírivel mi abban reménykedünk, hogy majd mi is leszünk olyan öregek is megbecsültek egy klubnál, hogyha nem itt dolgozunk majd, akkor azért egy szobát adnak nekünk, ahol majd ücsörgünk, és ott elmondjuk a véleményünket a dolgokról. Szóval ezért volt fontos az, hogy ők itt tudjanak találkozni. 70 évet töltöttél a Ferencvárosban eddig. Hogy tudnád ezt így jellemezni, ezt az időszakot? Milyen volt neked ez a 70 év? Hát csodálatos. Jóban, rosszban, szakadékba, örömbe, bánatba, mindenbe részese voltam. Ha viccelnék, azt mondanám, ez még házasságban is sok. Itt a Fradinál, mikor változó emberek vannak, játékosok, minden. Ezt meg kell szokni, és úgy kell gondolkodni, nem úgy, ahogy sokan mondják, főleg az idősek, bezzeg az én időmbe. Mai fiatalokat érdekli az, hogy bezzeg az én időmbe. Úgy kell csinálni, hogy vegye észre, hogy az én időmben is voltak jó dolgok, és akkor azt mondja, mégsem volt szögletes a labda. Gyere! Tepe! Fokó! Te is! Kaptok jutit! Oda fölmegyünk, kaptok jutit, jó? Mondtam, hogy ne ugrálj! Márjál, nem te! Mindig az öreg az el! Kisekedjél, mert nem fapsz! Szevasz! Emelsz! Szevasz! Szehúsz volt csopráda. Lehet ilyet. Na mi van, papi? Szekasz? Ezt kérdez?
Érted? Lehetsz. Istof, vége!